sziasztok! Vacsánap este van, és tök őszinte leszek, nagyon elfáradtam. Ugye 8 napja kezdtem el ezt a napi videó kihívást, de igazából az inkább másfél hét, mert már előtte is volt két videó, még a kihívás előtt feltettem ugye majdnem minden nap. Egyébként pont a mai nap volt az, hogy tegnap is este 10 után értem haza a vidéki rendezvényről, és ma reggel is 6-kor keltem azért, hogy még befejezem a vágást, még átnézem még egyszer, hogy tényleg úgy sikerült az a tegnapi videó, ahogy szerettem volna. Úgyhogy a kihívás ez nem könnyű, de pont ezért jó, mert ezzel végre rákényszerítem magam arra, hogy végigcsináljak valamit, amit kitűztem, és mivel ugye elég sokan hallottátok, ezért nem hagyhatom ki ezt a mait sem. Na és arra gondoltam, hogy a mai részben a múltkor volt egy kérdezfelelek az Insta Story-ba, és ebből választok egy párat, és megnézzük, hát tudok ebből valami segítséget adni. Volt egy olyan kérdés, ugye mindig anonim, nem tudom, hogy ki kérdezte, volt egy olyan kérdés, hogy mi a legfontosabb mindset, amit érdemes elsajátítani a helyfüggetlen munkakörnyezethez. Én két dolgot emelnék ki, az egyik az elengedést, tehát az elengedés művészetét, hogy a tárgyakhoz ne ragaszkodjunk, mert azok nagyon-nagyon megkötnek, és fizikailag egy helyhez kötnek. Tehát amit csak lehet, próbálja megszabadulni, és tudjál élni boldogan, tényleg akár csak a kis laptopoddal, vagy a kamerával, meg néhány ruhával is. Tehát, hogy ne a tárgyaktól függél, szerintem ez az egyik legfontosabb. A másik, amit kiemelnék, az pedig a kiszervezés, delegálás. Hiszen, hogyha tényleg utazunk a világba, akkor is biztos, hogy mindig vannak olyan dolgok, amit mondjuk meg kell csinálni itthon. Most mondok egy tök egyszerű példát, a számlák mondjuk ide érkeznek, vagy bizonyos levelek, csekkek, akármi. Akkor mitől mondjuk nyilván az delegálni kell az a feladat, és megkérni valakit, hogy segítsen ebbe. De ez lehet egész apróság. Mondok egy másik példát, hogyha fel kell venni egy videót, és itthon fizikailag, de én nem vagyok itthon, akkor megkérek valakit, hogy segítsen fölvenni. Tehát szerintem a másik legfontosabb talán ahhoz, hogy tudjunk helyfüggetlenül élni és működni, az ott pedig a delegálást emelném ki. Jó, következő kérdés, hogy milyen könyvek inspiráltak a legjobban. Ugye pont most pár napja volt egy rész, így egy ilyen összefoglaló az önfejlesztő könyvekről, de én egyet emelnék ki továbbra is, ez a Tim Ferrissnek a 4 órás munkahét című könyv. Ez 2006-ban íródott, de azt gondolom, hogy a mai napig megállja a helyét nagyon sok minden, és a helyfüggetlen életmódhoz, kiszervezés, automatizálás, delegálás, hatékonyságnövelés, ezek a fő kulcsszavak, amiben szerintem nagyon erős ez a könyv. A következő kérdés az, hogy budapesti coworking space-ek, ha ismersz többet belőlük. Én ahol jártam a Ferenciek terén az Impact Hub-ba, egyrészt a App Centerben, a Bartók Béla úton, a 11. kerületben, jártam ugye most az újonnan nyílt Millenáris Startup Camp, Startup Campusban, a Lofisban csak vendégként valamelyik rendezvényen nem dolgoztam, de ja, meg a Kaptárban, ott szintén inkább ilyen rendezvényeken, ott szervezett rendezvényeken voltam. Jó, következőt nézzük, egy Draw My Life című videó. Nem muszáj rajzolni, de a lényeg benne lenne az életed útja a mai napig. Na hát itt teljesen minden kívánságod, mert ez már amúgy is tervben volt, és ha minden jól megy, akkor kedden lehet, hogy ezt meg fogjuk csinálni. Segítséget kérek hozzá, mert nem tudok rajzolni, viszont Kristóf barátom mondta, hogy nagyon szívesen segít, úgyhogy megnézzük, hogy mi lesz belőle. Végül, de nem utolsó sorban volt egy olyan kérdés, hogy hány országban jártál eddig, fel tudod-e sorolni őket fejből. Nézzük, Magyarország környékén szomszédos országokban jártam, Romániába és Szerbiába, üzleti úton Janival, Jani barátommal, Szlovákiába többször, Csehországba, Szlovéniába, Olaszországba, Ausztriába. Menjünk tovább fölfelé, Németországba, Spanyolországba, Franciaországba, Portugáliába. Jártam Svédországba. Londonban ugye mostanában egyre többet, mert most már van kint ügyfelem, és járok ki hozzá. Most is megyünk szerdán a Peti barátommal, körülnézünk és elmegyünk meetupokra, és pont most nemrégiben készültünk föl rá, és raktuk össze a programot. Nem tudom, hol jártam. Ja igen, Horvátország, ez talán nem volt. De Európában azt hiszem, hogy egyelőre ennyi. Akkor Európán kívül pedig, ami volt a... Ja, illetve Izland, azt hiszem, hogy ez még ide tartozik. Európán kívül Kanada,
Amerika, Kuba, Kolumbia, Szent Martin, ugye a Karib-szigetek közül Szent Martin, végülis Antigua is ugye különálló egység, talán ide vehetjük. Mi volt még mostanában? Hát most fejből ennyi jutott eszembe, ennél több volt, de a többit azt majd utólag ráteszem a videóra. Ugye még egyszer összefoglalásképpen ez a kihívás, ez továbbra is nagyon érdekes és sokat segít abban, hogy végig csináljam azt, amit kitűztem. Ugye külön volt egyrészt a Marton Gáborral erről a kihívásoknak az erejéről. Köszönöm szépen a sok visszajelzést, amit adtatok, tényleg nagyon-nagyon jól esnek. Folytatom tovább, ugye van még körülbelül egy hét ebből. Nem ígérem, hogy utána is marad a napi vlog, mert tényleg nagyon fárasztó, de igyekszem azért rendszeresen bejelentkezni valamilyen hasznos vagy érdekes tartalommal. Úgyhogy mára ennyi, sziasztok!